az operett, a magyar operett, ezen belül is a Csártás királynő az egyik leghálásabb kulturális exportcikkünk. Azért volt most ez fontos, mert így olyan helyekre is eljuthattunk a világban, tehát Kínába, Rómába, ahol mondjuk egy egész estés Csárdás királynőt, tehát egy egész előadást nehéz lett volna elvinni. Így viszont egy koncertsorozat keretében gyakorlatilag ugye az egész világnak megmutathattuk Kálmán minden gyönyörű dallamait ott is, ahol talán kevésbé ismerik ezeket a dallamokat. És nagyon fontos megmutatni azt, hogy a magyar kultúra milyen színes és milyen sokrétű. Hogyha fel szeretnénk sorolni Magyarország hát legfontosabb olyan kulturális brendjeit, amelyek igazi hívószóként működnek külföldön is, akkor egészen biztosan elő vagy utóbb eszünkbe fog jutni az operett, mint egy nagyon sajátos magyar műfaj. És hogyha magyar operett, akkor egészen biztos eszünkbe jut Kálmán Imre neve, legendás zeneszerző neve, akit külföldön méltán a legismertebb magyarok között tartanak számon Bartók Béla és Puskás mellett. És ha Kálmán Imre, akkor egészen biztos, hogy rögtön eszünkbe jött a Csárdás királynő című operett. Mind szebb, mint a szerelem, mindig is beszép volt, rózsámat, ha ölelem, rózsaszín az ég volt. Rózsaszínű szerelem, rózsaszínű álom, szívem mind nevelem, sokkalod a szárom. Megmutathatjuk egy kis kamarai jelleggel is az operettnek a szépségét. Azt gondolom, hogy a Csárdás királynő a magyar operettjátszásnak egy égköve. Szerintem a fő témája, ami a szerelem, az valójában a világ összes pontján, minden kultúrában, az összes nyelvterületen, mindenhol ugyanazt jelenti. Az első világháborús emlékbizottság ezt a kezdeményezést felkarolta, és támogatást nyújtott ahhoz, hogy egy ilyen kisebb turnéra, külföldi turnéra tudjuk elindítani ezt a produkciót. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez a Csárdás királynő 100 koncert sorozat létrejöhetett, mert ugye a magyar operett, lehet, hogy ez kicsit közhelynek hangzik, de talán már mindenki tudja, Hungarikum. Ezért is döntött úgy a Balassi Intézet, hogy az Operett Színház kiváló művészeivel közreműködésben, illetőleg a Pentaton koncert ügynökséggel való együttműködésben létrehozunk egy olyan egyórás produkciót, amely a Csárdás királynő zenei keresztmetszetét mutatja be, nagyon is élvezetes módon, 4 énekes, táncos részvételével, illetőleg az Operett Színház kvintettjének a felléptetésével. Ez tulajdonképpen egy keresztmetszet, tehát senki nem marad le semmiről. Időnként egyébként vannak helyszínek, vagy voltak helyszínek, ahol jeleneteket is mondtunk a számok között, de remek kis prospektusok voltak, úgyhogy mindenki igazából elolvashatta a történetet. Azt
szinte az összes számba beletapsolnak, és ez egy olyan motivációt, inspirációt és feltöltődést ad a közönségtől, ugye úgy, hogy mi magyarul énekelünk, és ők nem is ismerik ezt a nyelvet. Nagyon emlékezetes pillanat volt az a Chongqingi operában lévő előadás, egy magyarul tanuló kínai diákok énekelték el. Először is köszöntöttek minket magyarul, majd utána pedig a Tavaszi szél vizet árad színű dalt énekelték el nekünk magyarul. Mindenhol, tehát a világ minden pontján, tehát Chongqingban, Pekingben, Moszkvában, Eperjesen, hatalmas nagy lelkesedéssel fogadták. Óriási volt a siker. Mi magunk is tudtuk, hogy ezzel a produkcióval nem fogunk mellé fogni, de ekkora sikerre, ekkora ovációra mi magunk sem számítottunk. Tudsz olyan édes lenni, mint a méz, te rongyos élet.